Az eseményen nagy előrelépésként értékelték, hogy ebben az évben növekedett az iparkamara által megkötött tanuló szerződések száma, köszönhetően annak, hogy tavaly lépett életbe a kamarai garancia vállalás rendszere. Ez az intézkedés nagyban segítette a tanulókat a szerződéseik megkötésében, valamint abban, hogy a duális képzés keretében külső gyakorlati helyen tudják a gyakorlatukat teljesíteni. Jelen pillanatban közel 3000 tanulószerződéssel rendelkezünk, ami nagyon jónak mondható a megyes sajátosságaihoz képest, illetve pozitívumként tudom még megemlíteni a tavalyi évtől a felnőtt oktatásban is köthető tanulószerződés, és ezek is megjelennek már a tanulószerződések számára az össz tanulószerződéseinek számához képesen 16-18%-ban jelennek meg a, a felnőtt oktatásban lévő tanulóknak a, a tanulószerződései. A szerződések növekedését azonban egyelőre nem követi a gyakorlati képzőhelyek számának növekedése. A szakemberek tájékoztatása szerint a megyei iparkamara körülbelül 420 gyakorlati képzőhelyen rendelkezik, amelyeket a tervek szerint évről évre szeretnének növelni, de az adatok egyelőre stagnálást mutatnak. Tehát 320 gazdálkodó szervezet, 420 képzőhelyén valósul meg a gyakorlati képzés, és ez a közel 3000 tanulószerződéshez képest azt kellene, hogy hogy egy kicsivel több gyakorlati képzőhelyünk legyen. Ez a jövő feladata, mindenféleképpen szeretnénk megtalálni a lehetőségét új potenciális képzőhelyeknek a, a bevonására a, a rendszerbe. A konferencián a szakképzés aktuális helyzetéről, a megyei munkaerőpiaci helyzetképről, valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzést tapasztalatairól is hallhattak előadásokat az érdeklődő vállalkozások és oktatási intézmények képviselői.